Tisztelt Németh Sándor, előre is, először is szeretnék köszönetet mondani az eddigi munkájáért, amivel több ezer ember életét mentette meg, többek között az enyémet is. Ha nem lenne hídgyülekezet Magyarországon, illetve nem volna ilyen hatékony a szerteágazó szolgálat, beleértve lelki szaktanácsadást, nagyon valószínű, hogy önkezemmel vetettem volna véget az életemnek az engem ért gyötrelmek miatt. A múltkori adásban elhangzott, hogy a szerelem kijelentés is Isten részéről egy személy felé, hogy az az igazi. Ebben nem tudok egyetérteni. Szerintem az ember csak saját feleségébe lehet szerelmes, miután feleségül vette, mert ez bármely más esetben tetemes pusztítást tud okozni egy emberben. Salamon is óva inti az embert attól, hogy idő előtt serkentse fel a szerelmem, mert az égő tűz és erős, mint a halál. Ez ma is érvényes, és talán még jobban, mint az ő korában. Mert ma már mindenki 5 perc alatt képes szerelembe esni egy erősen szexualizált társadalomban, amelybe élünk. Tehát a kérdésem, hogyan értelmezhető a szerelem, mint kijelentés, ha ilyen veszélyes, úgymond a tűzzel játszani? Megtisztelne válaszával, amit előre is köszönök. Én azt gondolom, hogy félreértett a kedves televízió néző, de örömmel újra elmondom. Tehát arról beszéltem, hogy a házasság alapja a szövetség, de hogyan lehet felismerni 2-3 milliárd nőből egy férfi számára, most ugye sovinizmus miatt a magam szempontából gondolkodok, hogyan tudja egy férfi kiválasztani 2 milliárd hölgyből, vagy 3 milliárd hölgyből az igazit. Erre mondtam, hogy Istennek van ajándéka, Salamon mondja, hogy a szerelem olyan, mint a szívbe helyezett tűz. És arra is utaltam, hogy van hamis szerelem, amely nem szellemben kezdődik, nem szívben kezdődik, hanem szexuális vágyak, kielégületlen szexuális vágyak, vonzódások, szenvedélyek az alapjai. Tehát újra csak ezt tudom ismételni, úgyhogy nem is biztos vagyok benne, hogy egyetértünk. Tehát én nem arról gondolok, hogy valaki számára világos, hogy ki a társa, és szövetséget köt vele, úgy utána még kap ilyen kijelentést másra vonatkozóan. Ez azt gondolom, akik ismernek engemet, meg az összefüggésére figyeltek az üzenetnek, azoknak remélem ilyen eszébe nem jutott, vagy remélem nem sugaltam ilyet nektek, hogy van több menet. Tehát csak egy, sőt, utaltam arra, most jut eszembe, arra is utaltam, biztosra voltam, hogy egy az igazi. Tehát Isten ments, nehogy félreértés történjen, egyetértek, hogy ma a szerelmet hamisan értelmezik sokan, és 5 perc alatt valóban minden megtörténik, szerelemtől a bűnig, az természetesen nem szerelem. Hát azért utaltam a Bibliára, hogy mi a megismerés, mi az úgynevezett együtt hálás közötti különbség. A Biblia következetesen különbséget tesz a szexuális kapcsolatok között, hogy mikor legitim, Isten áldása van rajta, megengedő pecsétje van rajta, és mikor pedig illegitim. Tehát tessék, azt kérem, hogy még egyszer hallgassa végig a kedves televíziónéző, és meg fog arról győződni, hogy ez hangzott el. Tehát azt gondolom, hogy egyetértünk, mert én sem nem támogatom, hanem rendszeresen több mint 40 éve prédikálok a házasságon kívüli kapcsolatok ellen, és mert azt Isten igéje házasságtörésnek, súlyos bűnnek ítéli. És ezt képviseljük. Képviseltük, képviseljük a jövőben is.